Összesen 5 alkalommal fogtak el illegális migránsokat az elmúlt napokban a Tolna megyei rendőrök. Többek között a tolnamözsi vasútállomásról tett bejelentést egy dolgozó, hogy gyanús idegeneket látott. A kiérkező egyenruhások 2 férfit igazoltattak, akik marokkói állampolgárnak vallották magukat. Ugyanazon a napon nem sokkal később az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán lévő Fácánkerti pihenőben egy sofőr értesítette a rendőröket. 3 migráns egy kamion ponyváját kivágva bejutott a raktérbe, és őket ott fogták el. Tegnapi napon Fácánkertben 2 gyalogost igazoltattak a rendőrök, illetve ugyanott a Fácánkerti pihenőbe további 8-at állítottak elő, akik az autók alá elbújva próbáltak az igazoltatás elől meglépni. Szerdán pedig ismét az M6-os autópálya Fácánkerti pihenőjében a rendőrök további 6 illegális bevándorlót találtak, akik szintén az autók alá bújtak el. Ők pakisztáni, szír és marokkói állampolgároknak vallották magukat, de sem a személyazonosságukat, sem pedig magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni. Ezért őket előállították a szekszárdi rendőrkapitányságra, majd visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.